óvodai gyermekfelügyelet, tavaszi munkák a városgondnokságnál, regisztráció a védőoltásra, oltóbusz segíti a védekezést. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 18-án 18 óra 5 perckor. Az április 7-ig elrendelt óvodabezárások alatt is biztosított a gyermekfelügyelet. A részletekről Gulyás Ferencnét, óvodavezetőt kérdeztük. Azoknál a dolgozóknál, szülőknél, akik a védelemben vesznek részt, akik munkahelyeken tevékenykednek, nem tudnak otthonról dolgozni, azok gyermekeinek biztosítják az ügyeleti ellátást. A 9 óvodában 45 gyermek van, számukra helyben biztosított a napi háromszori étkezés. Ezen időszak alatt az óvodai gyermekétkeztetést azonban biztosítani fogjuk azoknak a gyermekeknek, akik igénylik ezt, és ezt olyan formában, hogy elviteles formába fogják tudni a szülők elvinni innen az óvodából a gyermekeknek az étkeztetést. Elkezdődtek a főtéren is a tavaszi munkák. A részletekről Molnár Pált, a Városgondnokság vezetőjét kérdeztük. Mint megtudtuk, az előző évi start munkaprogram keretében több mint 100 fő létszám megmaradt február végéig, így ezekkel a dolgozókkal elkezdték az előkészítő növényápolási, növényvédelmi munkálatokat. Az előző évi start munkaprogram keretéből több mint 100 fő létszámunk megmaradt, ugyanis ezek a programok február végéig szóltak, és ezekkel a dolgozókkal elkezdtük már a előkészíti munkálatokat, növényápolási, növényvédelmi munkálatokat, ami természetesen az időjárás engedett. Azért nagyon jól tudjuk, hogy februárban volt olyan időszak, amikor nagyon enyhe idő volt, ezeket a munkákat el tudtuk végezni, akár meccési, esetleg vegyszerkiüttetési folyamatokra és munkákra gondolok. A falevelek összegyűjtése őszóta folyamatos, nem tudják egyszerre befejezni. Természetesen ez tavaly őszóta, amikor bejött az első hideg sokkal fák számára, megszabadulnak ilyenkor a lombhullató növények, lombhullató fák a lombozattól. Ez megkezdődött novemberben, akkor volt az első hidegebb fagyos nap, és sajnos ez folyamatosan tart, különösen a platánfák jó példák erre, amelyek folyamatosan hullatják a leveleiket. Tehát nem tudjuk egyszerre befejezni, hanem valamikor a tavasz beindultáig foglalkozni kell a elhullott levelek összegyűjtésével. A virágládákban az árvácskák is átteleltek, s majd a jó idő beköszöntével jön az ültetés, nagyon szép és illatos virágokkal. Ezek tavaly őszi telepítésűek, azért is szoktuk ezt a virágfélét elültetni, hogy tavasszal korán már lehessen azért virágot látni. Hát egy nagyon széles fajta szortimentet szoktunk alkalmazni a közterületeken, én most ezeket nem sorolnám föl, de nagyon szép és illatos virágokat is ültetünk, hogy a esti, nyári estéken ne csak a szép virágokban tudjunk gyönyörködni, hanem illatot is érezzünk. Próbálkozunk már évek óta több-kevesebb sikerrel, bízom benne, hogy ebbe az évben sikerül olyan fajtát kiválasztani, amelynek valóban átütő erejű illata lesz. A Városháza parkjában is folyamatosan pótolják a kiszáradt fákat, és hamarosan elkezdik itt is az ültetést. A városvezetés részéről is az elmúlt években folyamatos érdeklődés volt ezzel kapcsolatosan, sőt volt egy igény is, hogy azokat a fákat, amelyek vágás érettek, kiöregettek már, vagy esetleg csak félig vannak kiszáradva, ezeket is vegyük ki és pótoljuk. Az önkormányzati erdőkben 3000 fát sikerült már elültetni pótlásként a szárazság, vagy a víz, vagy egyéb más betegség miatt kipusztultak helyére. Természetesen azok a fák, amelyek ősszel előlettek már készítve, esetleg a hely is megvan, el lehet ültetni. Valószínűleg lesznek még fagyok, tehát erre feltétlenül figyelni kell. Jó példaként tudom említeni, hogy a önkormányzati erdőkben is 3000 darab fát ebben az évben, ebben a két hétben már sikerült elültetni. Ezek fapótlások voltak, vagy a víz, vagy a szárazság, vagy éppen egyéb más betegség vitte ki ezeket a facsemetéket, és tegnapi nappal 3000 facsemetét sikerült elültetnünk.
A palánta nevelés is folyik, a kertészeti kultúrák esetében 80%-ot, a virágok esetében jóval kisebb mennyiséget állítanak elő, mert ott különleges körülmények kellenek. A kertészeti kultúrák esetében 80%-ban mi szoktuk a palántákat előállítani, természetesen a virágok esetében ez jóval kisebb, ugyanis van, amelyeknek az előállítása a különleges körülményeket, akár sötét körülményt, akár pincelevegőt, pincehőmérsékletet kívánnak. Ezeket nem tudjuk mi biztosítani, viszont a kertészeti kultúráknál nagy százalékban, ahogy említettem, 80%-ban mi tudjuk előállítani. A cég szakemberei folyamatosan dolgoznak. Ezen munkák egy része nem annyira látványos, akkor lehet majd észrevenni, amikor elkezdenek a növények virágozni, de még a tél jelei látszanak a növényeken. Természetesen attól függetlenül, hogy a jó idő nem indul be, azért az emberek dolgoznak, tehát nagyon sok olyan munka van, amely az őszről áthúzódott. Ezeket folyamatosan csinálni kell, csak ugye ezek nem annyira látványosok, tehát akkor lesz igazából látványos, amikor elkezdenek a növények virágozni, jó idő lesz, a leveleket előhozzák, és akkor ugye jó lesz körbenni. Most még a tél képe látható jobban, de valljuk be, még a tél azért nem ért véget. Hétvégén is azért elég komoly lehűlések, -7-8 fokos esti hőmérsékletet is jósolnak, valamint még akár a hóügyeletet is be kell indítani, mert tónos eső, valamint észak-kelet Magyarországra, de lehet, hogy az lecsúszik ide az Alföldre, még havazás is várható. Városunk lakóit arról kérdeztük, hogy regisztráltak-e már az oltásra, miért tartják fontosnak a koronavírus elleni vakcina beadatását, az oltottak közül milyen mellékhatásokat tapasztaltak, és mikorra várják az ország újraindulását. Elindult az oltás, mi a véleménye az oltásról, regisztrált-e rá? Én a tavalyi időszakban, tehát december, ha akkor regisztráltam, kijött a regisztrációlap, visszajeleztem, és elmúlt korábban kaptam a házi orvosomtól, persze az asszisztenstől tájékoztatás, mikor legyek be. Tehát az elmúlt héten, a pénteki napon 11 órára kell megjelennem. A jobb karomba kaptam a injekciót, tehát a oltóanyagot, a bal vállamat fájt korábban. Hát egy kis tompaságot éreztem, de olyan komolyabb baj nem volt. A vasárnap mondták ott egy ismerős, hogy ilyen pirosolt a szemem, meg ez az, de amúgy továbbra is normálisan csináltam a hétköznapi emlék, egyedülálló vagyok, háztartás van, csak baromfi van, ez van, kert, barkácsolást csináltam, tehát annyira nem zökkentem ki a hétköznapi életből. Azt hiszem március 26-án kell mennem a második oltásra, és tehát ilyen komoly problémákat nincsen magyarán mondva, nem a hatás, mondom ezt, soktan figyelemmel nézem a tévében minden nap többször is a híradásokat, a országos a sajtótájékot, meg a katasztrófa védelem, tehát nagyjából a képbe vagyok. Hát én véleményem, mint laikus, vagy nem vagyok szakértő, vagy nem sok különbség. Szerintem, mint első a megelőzés, ez muszáj megtartani bármilyen vakcina, meg mindent, tehát ezek az erőfeszítéseket méltányolni kéne. Ön milyen vakcinát kapott? Hát én a kínait kaptam, kínai, és hát azt hiszem, abban a csoportban, azt hiszem, mert kínaiakat kaptam, én 70 éven felüli vagyok, és ebben van. Most tudomásom szerint a 60 év alatti korosztályok mennek a csoportos oltásra. Ön regisztrálta az oltásra már? Igen, regisztráltam, és értesítettek is, hogy mehetek oltásra. Tegnap előtt voltam oltáson kínai vakcinával. Nem érzek semmi különöst. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Miért fontos az, hogy regisztráljanak az emberek minél többen, és felvegyék az oltást? Hát azért, ahogy mondja a tévé is, hogy, hogy elkerülhetjük ugye a kórházba kerülést,
ami nagyon lényeges, mentesítenénk a teher, mentesítenénk a kórházakat, azon kívül meg talán védettséget is ad, hát elhiszem, feltétlenül elhiszem, hogy... Az ön akár családi, baráti, ismerősei közegébe sokan vették fel az oltást, és hogyha igen, mi a tapasztalatuk nekik? Hát sok mindenki jelentkezett a családból, meg a ismerőseim közül is, és hát még most kezdődik, hogy beoltanak bennünket, még van, aki nincs, és nagyon várja, mikor kerül sorra. Miért várják is, illetőleg ön miért gondolja fontosnak, azon túl, hogy nyilván védettséget fogunk szerezni, miért jó még ez az oltás? Feltétlenül, hogy életben maradjunk meg. Elsősorban csak az a jelentősége neki szerintem. Németh Szilárd bejelentette, hogy érkeznek a honvédségi oltóbuszok. Az oltóbuszok február végén készültek el, és 5 áll rendelkezésre. Oltással állítható meg a koronavírus járvány, az átoltottság jelentheti a megoldást. A Magyar Honvédség oltóbuszokkal vesz részt ebben a programban, mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Szolnokon, a buszok bemutatásáról tartott sajtótájékoztatón. Az egyetlen egy lehetőség a kezünkben az átoltottság minél magasabb százalékos megszervezése, mert ez az egyetlen egy olyan védekezési módszer, itt a harmadik hullám csúcsán is ezt tapasztaljuk, és ezt mondják a szakemberek is, amellyel képesek leszünk arra, hogy megállítsuk a vírusfertőzést, megállítsuk ezt a járványt. És a Honvédség oltóbuszokkal vesz részt ebben a programban. Ezek az oltóbuszok február végén, február utolsó napján készültek el. 5 ilyen oltóbusz áll rendelkezésünkre. Egy oltóbusszal egy nap 150 embert képesek beoltani azok, akik ebben a programban részt vesznek. Egy ilyen oltóbuszon 10 fős személyzet dolgozik, köztük orvosok, mentőtisztek, szakaszisztensek és felcserek, illetve adminisztrátorok, akik ezt a munkát végzik. Ma itt Szolnokon a katonákat oltják be, akik a határon fognak szolgálatot teljesíteni. Természetesen nem csak a honvédeket fogják oltani az oltóbuszokkal, hanem ezek az oltóbuszok a lakosság átoltásában is részt fognak venni a jövő hét során. Ugyanaz a protokoll vonatkozik ezekre, ugyanaz az orvosi egészségügyi protokoll menetrend vonatkozik ezeknek a buszoknak a működtetésére, mint egyébként, amit a lakosok az oltópontokon és a házi orvosoknál már megszokhattak. Egy ilyen busz képes arra, hogy olyan helyen is oltást végezzen, ahol nem tud áramforráshoz közvetlenül csatlakozni, tehát egy áramtermelő aggregátor is segíti ennek a busznak az energia ellátását. Az oltások után automata permet befúvásos rendszerrel fertőtlenítik a járműveket. Az emberek beoltás után az izolációs megfigyelő sátorban várakoznak. A honvédség a vírus elleni védekezésben is részt vesz, akár csak az ipari vagy természeti katasztrófák, árvizek, vagy a vörösiszap katasztrófa esetén hívta fel a figyelmet Németh Szilárd, aki kiemelte, hogy a járvány idején a katonák a határvédelemben, a járőrözésben, a kórház parancsnoki rendszerben, a kórházak adminisztratív segítésében, a készletgazdálkodás megszervezésében, az idős otthonok, a szociális otthonok, az iskolák és óvodák fertőtlenítésében is részt vesznek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!